A mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. Épp testben. A sikeres nap egy masszázsral kezdődik. A rovat támogatója, a csodafotel.hu üzemeltetője, a Kiokei Wellness Hungary Kft. Holnap lesz a 35. évfordulója Rock'n'Roll Pál halálának, és rá szerintem legméltóképpen, jó Isten, na szóval méltóképpen szerintem rá, ami fokozhatatlan, úgy emlékezhetünk, hogyha kék túrázunk. Elég sokat járok én is a kék útvonalon, gondoltam összedobok három, egyen top hármat, ahol... Meg volt már az egész? Nem, az egész nem volt meg. Képzeld el, elkezdtem már diákkoromban, és eljutottam a kétharmadáig körülbelül, aztán utána költöztünk Pestre, és meg elvitt az élet, és egyetemista koromban annyit nem mentem, és egyszerűen eltűnt, elhagytam a füzetet, eltűnt. Úgyhogy újra kezdtem most. Mi a realitás? Vénfejjel. Mennyi idő alatt lehet ezt megcsinálni, hogyha úgy normálisan, tehát nem brutál erőltetett menetben, hanem mondjuk úgy egy hónapban egy-két hétvégét rászámol arra a dologra? Attól függ, hogy milyen adagokban csinálod. Ha mondjuk egy átlagos 20 kilométert veszel, akkor hát el lehet osztani 1000-valahány kilométer az egész. Hát az... Nem számoltam, több év. Az igen. Van, aki nekivág és csinál egy hetet rászám minden évbe, és akkor hogy megy. Sokféleképpen lehet csinálni. Ami kicsit ugye nehezíti, az a logisztika, mert azért mindenki nagyjából rászokott az autóra. Körtúrát nagyon könnyű csinálni, megállsz a parkolóba, ugyanna visszaérsz, nagyon sok lehetőség van erre, de ha kéken mész, akkor mindenképpen logisztikázni kell, tehát a végpontról visszafele, az autóhoz, vagy fordítva, akkor ott mindenképpen tömegközlekedned kell, vagy mit tudom, vagy egy valaki beáldozza magát. Vagy két autó, vagy mindegy, meg kell oldani a logisztikáját. És ez alapján is választottam szakaszokat, ami talán egy kezdésnek akár legkönnyebb, meg mondjuk viszonylag közel is van ide hozzánk. Úgyhogy, és nemrég az elmúlt egy évben jártam be ezeket, volt van, amelyeket már több egyszerre. Szóval van a Piris Csaba Hűvösvölgy szakasz, ami több mint 20 kilométer, de ha valaki megáll a 15-nél, akkor meg lehet szakítani, és Nagykovácsira le lehet jönni a Zsíros hegyről. Ez nagyon-nagyon kellemes, Piris Csabára nagyon könnyű kimenni. Itt, ha valaki akár, ha mindenképpen kocsi függő, akkor Hűvösvölgybe le lehet rakni az autót, onnan busszal Solymári vasútállomás, ahonnan a vonat 4 óránként, 20 percenként megy Piris Csabára, nagyon egyszerű, és a vonatról leszállva az első, amit látunk, egy kék jelzés, kapásból ott lehet indítani, és miután a falun átmegyünk, és egy nagyon-nagyon kellemes, és most elképesztő, két hete gyönyörű volt az erdő, egy nagyon kellemes, enyhén emelkedő úton, viszonylag kicsi erőfeszítéssel, két picit meredekebb szakaszon juthatunk föl a Szénások vidékén, ami bizony. A Budai-hegységnek a legszebb része. Én kifejezetten gyakran csinálom. Igen? Igen, és nagyon szeretem. De nem kocsival. Persze, Gábor, kocsival. És nálad sose lehet tudni. Én szeretek túrázni egyébként. Na, oké. Okay. Csak én viszonylag keveset ismerek sajnos, és ezért a bevált szakaszaimat szoktam újra és újra lejárni, és ott is, hogy ha úgy ragaszkodsz, mint te 4-5-6 útvonalhoz, amit jól ismersz, akkor egyébként megvan a szépsége annak, ahogy ugye az évszakok váltakozásával újra és újra felfedezed az erdőt. Tehát igen. De nyilván sokkal jobb lenne, hogyha több időt lehetne erre szánni, és mondjuk így viszonylag messzire Budapesttől az országnak olyan részeit is megismerni, ami ugye nem annyira van a fókuszokban. Igen. A Nagyszírás egy csodálatos hely. Abszolút. Budapest. És onnantól még ott Nagykovácsi fölött az erdő szélén kanyarog egy darabig, nem jut eszembe ott Pesirek út fölött annak a hegynek mi a neve. Arról kicsit meredeken ereszkedik le az egy ilyen kis térd erősítő szakasz, a végén pedig már lakott részen keresztül megy, míg megérkezik a Hűvösvölgy melletti erdőn keresztül Hűvösvölgybe, de ha valakinek ez a bő 20% sok, akkor mondom, le lehet sétálni a Zsíros hegyi
turistaház, ami egy pecsételőhely, Nagykovácsiba egészen könnyen. Ezt egyébként nem is tudtam, erre is természetesen a ifjabb generáció hívta fel a figyelmet, nagyon profi kék túra applikáció van, ahol tudod magadnak vezetni, hogy hol tartasz, mutatja, hogy mennyi van hátra, de ez nem helyettesíti. Pont erről ne lenne applikáció. De ez nem helyettesíti, tehát maga az igazolás módja az csak a hagyományosan ott a pecsét, pecsétpárna, pecsét, papír, füzet, ahogy az mindig is volt, tehát az igazolni az egészet, a teljesítést. Hát azzal lehet. Hú, csak nagyon gyorsan, mert látom, hogy már rég tovább kellett volna mennünk. Majd akkor talán valamikor máskor részesem, mert a kékes tető, golyatető szakasz szerintem egy csodálatos a Mátrában, amit még mindenkinek javaslok. A kettő között van buszösszeköttetés. Bármelyikről indulunk és hagyjuk ott esetleg az autót, hogyha autóval közlekedünk, akkor naponta több járat is van a kettő között. Az a legmagasabb szakasza, mind a kettő fantasztikus, egészen elképesztő infrastruktúra fejlesztés volt. Például a golyatetőn egy nagyon menő lett a turista étterem, mondjuk az árak is piszkosul fölmentek most, hogy voltam ott. De ha valaki össze akarja kötni egy jó autózással, nem köt, ezt most nem kötjük össze egy jó autózással. Nem, oda kell jutnod valahogy. Tehát, hogyha azt a részt akarod ugye megnézni. Akkor Pásztó felől megyünk fel. Ó, eset az ugye? Jó. Az jó. Igen, mert az egy szuper, szuper szép út egyébként, úgyhogy ne Gyöngyös felé menjünk, hogyha igen lehet, akkor Pásztó irányából. És a Csókakő-Gánt szakaszt javasolnám még. Azon apropóból is, hogy Csókakőről fölmenni a Vértes fensíkra az egy meredebb emelkedő, de utána nagyon lájtos, nagyon szép, és most gyönyörű színekben pompázik az erdő. És egy nagyon kellemes szakasz a végén, nagyon kellemes lejtővel. Gánton a Vértes vendéglő egy csúcs, szuper hely. Annyira népszerű egyébként ott befejezni, hogy hétvégén már foglalás nélkül nem is lehet nagyon leülni. Ezt jó hallani. Úgyhogy mi még éppen az utolsó ilyen napos napon voltunk, még kint ki lehetett ülni, és ott egy elképesztő vadragulevest, azt, amit mindig szoktunk elfogyasztani. Kár, hogy nem minden túra, nem minden kék túra szakasznak Gánton van még ez alapján, mert így befejezni egy túrát, ez szerintem fantasztikus, és a logisztika nagyon érdekes, hogy lett busz, kimondottan emiatt. Kék túrás busz. Igen, tehát ha Gánton rakod le az autót, reggel 10 körül megy egy busz, ami pont átvisz, amúgy nem lenne logikusan, de betér mindkét településre, tehát Csókakőre el lehet menni a kezdés, ez, ahol a várral érdemes kezdeni, és utána ez egy 13-14 kilométeres szakasz, és nagyon-nagyon szép, és nagyon-nagyon kellemes. Beszéltünk úgy, itt adás előtt arról, hogy a Burger Barnának a könyvét kifejezetten ajánljuk. Igen. Ez a kék túrás felkészülés, ez a gyönyörű fényképeken örökítette meg. Igen. Az egész túrát gyakorlatilag. Igen. És hát visszatérve Rockenbauer Pálhoz, örök klasszikus, hogyha valaki előveszi ennyi év után is a másfél millió lépés Magyarországon című filmet, érdemes még most is megnézni, és rácsodálkozni a változásokra, amik azóta történtek. Épp testben a Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember. A sikeres nap egy masszázsra kezdődik. A rovat támogatója a csodafotel.hu üzemeltetője, a Kiokei Wellness Hungary Kft.